Köszöntöm Önöket a Nyitott Ajtók májusi adásában. Megkezdődött a Szombathelyi Evangélikus templom felújítása. Egy városrehabilitációs pályázatnak köszönhetően 50 millió forintból újulhat meg a templom. A teljes beruházáshoz önerőre is szüksége lesz a gyülekezetnek. 2014 a pályázatok, a megújulás éve a Szombathelyi gyülekezet életében. 2014-es esztendő az a gyülekezetünk életében nagyon fontos abból a szempontból, hogy számos épületünk megújul. És mindenek előtt nyilván a leglátványosabb és az egyik legfontosabb az a templom, hisz most már közel 15 éve várunk arra, hogy a külsejét is felújíthassuk ennek a templomnak, amíg nagyon szép, de sajnos a tetőszerkezet miatt többször beázott, illetve a homlokzata elhasználódott, a nyilázzárók is nagyon rossz állapotban vannak. Éppen ezért örültünk annak, hogy az IVS 2 program keretében Szombathely városával együtt nem egyszerűen csak a templom, hanem a templom környéke, ez a nagyon veszélyes kereszteződés itt az Operint utcában, illetve néhány épület a közelben megújul, és ennek keretében nyertünk közel 50 millió forintot arra, hogy a templomot felújítassuk. Meg is történt a közbeszerzési eljárás, és ahogy ez a képeken is látszik, az első lépés megtörtént, hisz felállványozták a templomot, és folytatódik az elkövetkezendő hetekben, hónapokban a templom külső felújítása, ami azt jelenti, hogy teljesen új tetőzetet, vízelvezető rendszert kap a templom, új festést, a homlokzat javítást, a kőszobrok, illetve a díszeket megújítjuk, és miután ez készen van, ez már a programon kívül, de szándékunkban áll természetesen belül a beázásokat és azokat a foltokat eltüntetni, ami a tető hibája miatt keletkezett az elmúlt esztendőkben. Az elmúlt hónapokban a gyülekezeti terem bejárata is megújult, egy fogadóteret alakítottak ki ezen a részen. A részben állami támogatásból, részben önerőből készült épületrész munkálatai lassan a végéhez közelednek, ugyanakkor további fejlesztések kezdődhetnek el a templom környezetében. A tervek szerint megújul a Körmendi úti egyházi épület együttes, a lelkészi hivatal, a régi paplak és a gondnok lakás is. Ezek a műemléképület jelek megtartása miatt ugyanolyan szint kapnak majd, mint a templom homlokzata. Emellett új kerítés öleli majd körül az épület együttest. Ezen a nyáron az egyházközség tulajdonában lévő, vagy nagyrészt tulajdonában lévő iskola energetikai felújítást kap, az azt jelenti, hogy új fűtésrendszer lesz a régi épületben, illetve hőszigetelve, és ugyanezzel párhuzamosan a diakóniai központ a Középhegyi úton, illetve a Túróci ház is energetikailag teljesen megújul, vagyis új szigetelést kap, megújuló energiához kapcsolódó fejlesztések lesznek, vagyis napkollektorok, napelemek, sokkal takarékosabb lesz így az intézményeknek a működése, amivel hát bízunk benne, hogy a hosszú távon a működésüket sokkal gazdaságosabban végezhetjük. Az egyházközség célja mindemellett az is, hogy 2017-re a reformáció ünnepének 500. évfordulójára szép környezetben méltóképpen emlékezhessen majd a gyülekezet. És hát bízunk benne, hogy a gyülekezeti tagjaink, akik nézik ezt a műsort, hisz nekük van elsősorban, persze az egész városnak, és ezt komolyan veszik, örülnek ennek, illetve várjuk az adományokat is, hisz a templom felújítás és minden egyéb egyrészt Európai Uniós pénzből, másrészt viszont önrészből kell, hogy megvalósuljon. Szép felajánlások érkeztek eddig is a 100 éves templomért alapítvány javára, de szeretnék biztatni mindenkit, hogy akár kis összeggel, többször vagy egyszer, akár nagyobb összeggel egyszer, cégként, magánemberként támogassák ezt, sőt, mivel Szombathely ékel ez a templom, ezért szívesen veszük azt is, hogyha nem éppen evangélikusok és gyülekezeti tagjaink, hanem egyszerűen velünk szimpatizálók is támogatják ezt a nagyon szép programot, hisz ne felejtsük el, hogy az elmúlt években az evangélikus templom különböző városi programoknak volt a színhelye, és a jövőben ezt szeretnénk bővíteni, tehát kinyitott a gyülekezet és a templom a város felé, tehát mindannyiunknak az érdeke, hogy ez a nagyon szép templom és a környezete megszépül. Három új dolgozót foglalkoztathat a Szombathelyi Sótér Evangélikus Egyesület a következő évben. A Segítve Erősödünk pályázat célja, hogy fejlessze az egyesület munkáját. Az új dolgozók képzése 2 hónapon át tart majd. Hogyan kell egy rendezvényt megszervezni, meghívót készíteni az eseményre, és milyen grafikai elemeket tartalmazzon egy meghívó?
Ezekre a kérdésekre kaphattak választ a legutóbbi képzésen azok a fiatalok, akik a következő bő egy évben részt vesznek majd a Soter Egyesület munkájában. A Soter Evangélikus Egyesület pályázat keretében nyert el azt a támogatást, amelynek a keretében most itt dolgozhatunk ezekkel a fiatalokkal. A pályázatnak az volt a lényege, hogy 3 főt fognak foglalkoztatni a következő időszakban az egyesületnél, ami jelenleg most egy képzéssel kezdődik. A 3 fő olyan ismereteket fog elsajátítani, mint gazdasági ismeretek, önkéntességgel kapcsolatos ismeretek, marketing, kommunikációs ismeretek, civil szervezeteknek ma működése, illetve egyéb olyan dolgok, amelyek az egyesület életében fontosak lehetnek. A másik fontos momentuma ennek a pályázatnak, hogy ez a 3 fő 15 hónapig fog dolgozni az egyesületnél, tehát miután vége a képzésnek, utána foglalkoztatásuk megkezdődik, és 15 hónapig fognak dolgozni az egyesületnél különböző munkakörökben. Ez a munkakör teljes egészében az egyesület működéséhez áll közel, főleg adminisztratív jellegű, de igazából olyan gyakorlati ismereteket is el kell sajátítaniuk a következő időszakban, ami az ő foglalkoztatásuk szempontjából a későbbiekben jelentős lehet. A 3 fiatal fő feladatai közé tartozik majd rendezvények szervezése és egyéb marketing tevékenységek ellátása. A cél az, hogy a Soter Egyesület és az Egyházközség civil szervezetei fokozatosan fejlődjenek és fejlettebb szervezeti keretek között tudjanak működni a továbbiakban. A Reményik iskolában működő mesecsoport módszereivel ismerkedhettek meg az érdeklődők nemrég. 3 éve működik mesecsoport a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskolában. A gyermek pszichodráma jelentőségét ismerhették meg a szülők egy előadás keretében. A csoport vezetői, Goda Ilona és Bartos Eszter tapasztalataiból merítve mutatták be a mesecsoport működését. Az első alkalommal kvázi egy csoportszabályzatot hoz létre a csoport. Ennek egyik pontja a csoportitok. Van szerepe, ugyanúgy, mint bármilyen más felnőtt terápiás csoportnak is. Picit a gyerekek ezt sokkal, vagy nem is picit, hanem sokkal karakteresebben értelmezik. Amit kérünk, hogy más gyerekekről ne meséljenek, tehát hogy mi volt az ő története, vagy milyen szerepe volt, hogy játszott, mit csinált, mivel jelentkezett be. Magukról bármikor mesélhetnek, akinek szeretnének, de másokról ne vigyenek ki történetet. És ez a csoportbizalomról szól, arról, hogy a csoportban járó gyerekek azt kapják meg, vagy azt az élményt éljék át, hogy itt biztonságban vannak, ez a csoport értők van, itt megtartják őket, de egy családban. Tehát ez a lényeg a csoporttitoknak, vagy ezért fontos. De hogy mi is tulajdonképpen a mesecsoport? Egy beöltözős, meseírós, rajzolós, együttjátszós foglalkozás, melynek célja, hogy a gyerekek képesek legyenek változatos szerepekbe beleélni magukat, hogy megvalósítsák egyéniségüknek, személyiségüknek eddig rejtett lehetőségeit. Segít a gyermekeknek az önállósodásban, függetlenedésben. A csoport élmény előmozdítja a kölcsönös megértés és elfogadás légkörének kialakulását. Hogy kiknek ajánlják? Igazából mindenkinek jó a mesecsoport. Prevencióként mindenképpen, de a szűkös lehetőségek miatt ugye nem tudunk sok csoportot indítani, ezért elsősorban magatartás zavaros gyerekeknek, akik sok mozgást igényelnek, aztán olyan gyerekeknek, akiknek pszichoszomatikus tüneteik vannak, náluk nagyon eredményes szokott lenni a gyermekpszichodráma, a mesecsoport, aztán azoknak a gyerekeknek, akik szorongók, befelé fordulók, kevésbé tudnak kapcsolatokat kialakítani. Aztán továbbiban olyan gyerekeknek is, akik például kevésbé nyitottak mások felé, nem igazán érdeklődnek a társaik iránt, nem kezdeményeznek kapcsolatokat velük. Az egocentrikus gyerekeknek szintén ajánljuk, valamint olyan gyerekeknek, akik diszfunkcionális családban élnek, sok családi problémával szembesülnek, alkoholizmus van a családban, vagy valamilyen pszichés betegség, elváltak a szülők, nagy generációs különbségek vannak a gyerekeknél, magányosak, egyke gyerekek például, és akkor ez nehézséget jelent számukra a közösségbe való beilleszkedésnél. Azoknak az öntörvényű gyerekeknek, akik egyébként szeretik a kihívásokat, a felfedezéseket, az új dolgokat, akik kreatívak, itt ezt a kreatív alkotó énjüket nagyon meg tudják élni, és ki tudják élni. Tehát elsősorban ezeknek a gyerekeknek ajánljuk. A Reményik iskola megrendezte szokásos tavaszi kresszversenyét,
Balatongyörökön tevékenykedett a férfi kör, az édesanyákat köszöntöttük május elején. Rövid híreink következnek. Balatongyörökön a Sóvárban segédkeztek a szombathelyi evangélikus férfikör tagjai az elmúlt hónapban. Hagyomány már, hogy a férfiak a tavaszi időszakban kertet rendeznek és karbantartási munkákat végeznek az evangélikus egyház népszerű üdülőjében. A kerti munkák mellett ezúttal is volt idő a kikapcsolódásra, ellátogattak a Szent Mihály kápolnához, ahol megismerkedhettek az 1720-as években megmenekült 40 halász legendájával is. A csapatépítő alkalom után három új taggal bővült a szombathelyi férfi kör. A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség életében fontosak a közösségi programok. Az ismerkedésre, új közösség építésére ad lehetőséget a gyülekezeti foci is. A Reményik iskola ad otthont minden pénteken este 6 órakor a futballmérkőzéseknek, melyre várják azokat a gyerekeket, felnőtteket, gyülekezeti tagokat, akik kedvet éreznek a közös sportoláshoz. 9 csapat versengett idén a hagyományos, ma kerékpárral, holnap autóval elnevezésű KRESZ elsősegély és katasztrófavédelmi versenyen. A gyerekeknek 9 állomáson kellett helytállniuk, hogy megszerezhessék a verseny trófeáit. Az elméleti kérdéseken túl számos ügyességi feladatot kellett megoldaniuk. A résztvevőknek ismerniük kellett a kerékpár kötelező felszereléseit és a közlekedési táblákat is. Az iskola rajzversenyt is szervezett, melynek eredményhirdetését is ezen a napon tartották. Az édesanyákat köszöntötték gyermekek országszerte május első hétvégéjén. Hagyomány már, hogy a Reményik iskola másodikas tanulói anyáknapi műsorral kedveskednek, a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség fenntartása alá tartozó diákóniai intézmények lakóinak. A gyerekek versekkel, jelenetekkel, énekkel és hangszeres zenével lepték meg az otthonokban élő idős embereket. Új tagokkal bővült a szombathelyi gyülekezet. A húsvét hajnali istentiszteleten felnőtteket és gyermeket is kereszteltek lelkészeink. Húsvét hajnalban a szombathelyi gyülekezet tagjai együtt élték meg a feltámadás örömét. Az alkalmon 3 felnőttet és egy gyermeket kereszteltek meg. Anya és lánya együtt keresztelkedett. Nagyon korán volt, és gyertyafényes. Oda mentünk a keresztelő kúthoz, és Gyuri bácsi keresztet rajzolt a homlokomra, és a többiekre, akik még megkeresztelkedtek velünk együtt. Szerettünk volna az egyház közösséghez tartozni, ezt fontosnak tartottuk, és külön öröm volt, hogy ez húsvét hajnalán történhetett meg, és az Ancsival együtt. Az ünnepi istentiszteleten a hívek megtekinthették azt a képet, melyet a gyülekezet tagja, Horváth Balázsné patchwork művész készített erre az alkalomra. Film készült Sztélo Gábor életéről és munkásságáról. A film forgatókönyvét Tiborz Dániel, gyülekezetünk ifjúsági tagja írta. A Sztélo Gábor Gyermek és Ifjúság Segítő Alapítvány pályázatot hirdetett diákok számára a holokauszt 70. évfordulója alkalmából In Memoriam Sztélo Gábor címmel. Erre a pályázatra jelentkezett Tiborz Dániel, a Szombathelyi Gyülekezet ifjúsági tagja, aki kategóriájában egyedüliként készített filmet Sztélo életéről. Abból a célból szeretnénk ezt publikálni, illetve közzétenni, hogy ugye Sztélo Gáborról nagyon keveset tudnak az emberek, holott nagyon sokat tett a magyar és a budapesti zsidóságért főként. Mindenki ismeri azoknak a zsidó mentőknek a nevét, mint például Oskar Schindler vagy Raoul Wallenberg, akiket mindenki ismer. Nos, hát Sztélo Gábort nagyon kevesen ismerik, és én nekem az a célom, hogy ezt a méltatlanul hírnévtelenséget egy kicsit feloldjuk, és az emberek kicsit többet tudjanak arról az emberről, aki ilyen sokat tett a magyar zsidóságért, és egyáltalán azért, mert hitt Istenben, és egyszerűen, ahogy el fog hangzani az interjúkban, az ő hitvallása szeretet, ezt meg is mutatta az embereknek, és ezt ki is nyilvánította. Szeretném megmutatni az embereknek, hogy Sztélo Gábor ki is volt, egy kicsit közelebb kerüljenek hozzá a személyiségéhez is, és hogy mit is tett le ő az asztalra, és hogy egyáltalán az ő történetét jobban megismerjék az emberek. Azért vágtam bele személyes ambícióként megemlítve, hogy a pályázaton egy jó eredményt érjek el, adott esetben megnyerjem.
és hogy minél több helyen ezt le tudjuk vetíteni, tudjuk publikálni. A filmben olyan emberek szólalnak meg, akik a második világháború ideje alatt egy-egy sztélo által vezetett otthon lakói voltak, és maguk is személyesen ismerték az evangélikus lelkészt. Van egy kapcsolattartó a sztélo alapítvánnyal, András Jandor, és ő kiközvetítette nekem az interjú alanyokat, a már még élő sztélo gyerekeket, úgymond. Három emberrel csináltam interjút, két hölgyel és egy úriemberrel Budapesten, és ezeket az interjúkat mi megvágjuk, illetve Ádám Dávid segítségével úgy megszerkesszük, hogy a most háttérben látható színész palántákkal, illetve a Reményik Iskola tanárjával, Taros Tiborral el is játsszuk ezeket a jeleneteket, tehát hogy az emberek még jobban el tudják képzelni, bele tudják élni magukat ezekbe a szituációkba, ezeket eljátsszuk, és így lesz összevágva egy egész dokumentumfilmként. Semmit soha senkire nem erőszakolt rá, a hitet se, csak sugározta. Ugyanakkor mégis vezetni tudta az embereket. Mert hihetetlen tiszteletnek örvendett, szóval boldog volt, aki a közelébe került. Ő minden étkezéskor ott ült az asztal főn, elmondott egy rövid imádságot, vagy egyszerűen csak annyit, hogy aki ételt, italt adott, stb. És jó étvágyat kívánt, leültünk és ettünk. Körülbelül ennyi volt, de Isten tiszteletet abszolút fakultatív jelleggel, azt hiszem, hogy minden vasárnap tartott, és aztán későbbiek során is, de abszolút fakultatív, szóval tiszteletben tartotta bárkinek a világnézetét, vallását, szóval tényleg élvezett volt őt hallgatni. A filmet május végén mutatják be Budapesten, de augusztusban a Nyitott Ajtók magazin keretében is láthatják majd az érdeklődők. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Pál apostolnak a tesztalonikai gyülekezethez írott szavaival köszöntöm a kedves nézőket a Nyitott Ajtók májusi áhítatában. Kedves testvérek, az öröm, a mosoly egy olyan orvosság, ha szabad így fogalmaznom, mely mindenkor kéznél van, mely mindenkor adott egy ember számára. Körülnézve saját életünkön, családunkon, barátainkon, a teremtett világon, oly sok okot találhatunk arra, hogy örüljünk, hogy boldogok legyünk, és hogy ez mások számára egy mosoly formájában az arcunkon láthatóan is megjelenjen. Igaz ez akkor is, ha sokszor úgy érezzük, hogy minden elveszett, hogy mélységben járunk, hogy nincs okunk az örömre, a derűre, a mosolygásra. Igaz ez akkor is, ha sokszor elveszettnek érezzük magunkat. Igaz ez azért, kedves testvérek, mert húsvét után járunk. Ezért írja Pál apostol buzdító szavait sok-sok évvel ezelőtt a gyülekezetnek, és ezért bíztat bennünket is a mai napon. Ahogy az akkori gyülekezet számára, mely kisebbségben élt egy pogány világban, ránk is bátorítólag hathatnak ezek a szavak, éljünk akármilyen körülmények között. Akkor, ha megnyitjuk szívünket és lelkünket előttük. Mindenkor örüljetek, mondja az apostol, mindenek előtt azért, mert van, aki legyőzte a halált, és megváltott bennünket bűneink terhe alól. Van, akihez oda lehet fordulni a bánatainkkal, és akinek a keresztjétől újult erővel tudunk elindulni. Van, aki a mi életünk közepébe is akar válni azért, hogy segítsen elhordozni nehézségeinket, bánatainkat. Van, akihez imádkozhatunk, hisz tőle, aki folyamatosan kapcsolatban volt az Atyával, megtanulhatjuk, hogy annak lehet teljes értékű az élete itt a Földön, akinek rendben van a kapcsolata Istennel. Annak lesznek rendben az emberi kapcsolatai,
aki Krisztus keresztjén szemlélődve, az ő nevéhez, az ő nevében Istenhez fordulva, imádságban színe elé viszi gondjait, kéréseit és kérdéseit, és megnyitja szívét arra, hogy meghallja és elfogadja a választ, amely soha nem marad el. De az imádkozás szavában ott kell lennie a hála szavának is. Ezért hát Pál apostol is arra bíztatja a gyülekezetet, hogy szüntelenül adjanak hálát Istennek. Adjanak hálát azért, hogy van gyülekezet, aki őket is hordozza. Van naponkénti kenyér, melyel az Úr gondoskodik róluk. És adjanak hálát azért, mert nincsen olyan teher, amit ne tudnának elhordozni. De legfőképp adjanak hálát azért, mert Krisztus érettük is vállalta a halált, és keresztje által valóban megváltotta a világot. Aki pedig ezt Isten kegyelméből a saját életében is megtapasztalja, annak valóban megváltozik az élete. Kinek szívében Krisztus keresztje, annak tövisek közt is rózsás lesz élete. Reál kéklőn mosolyog az ég, és Krisztus szeretete aranyozza be életét. Rózsákon jár Krisztus híve, ha keresztet hordoz szíve. Teljes az öröme a szívnek a kereszt által. Amen.